Tisztelettel köszöntöm én is a megjelent vendégeket, a kedves kollégákat. Elsősorban, és legalábbis elsőként szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy az elmúlt héten egy személyváltozás történt, melynek köszönhetően az MDKZ ERD vezérigazgatói pozícióját én fogom betölteni. Külön köszönöm Mészáros Virág vezérigazgató asszonynak, hogy a rendezvény helyszínén az MDKZ ERD-t választották. Miskolc város vezetésének és az MDKZ ERD-nek is kiemelt célja az, hogy a miskolci közösségi közlekedés modernizációja minél előbb megvalósuljon. Tudni kell, hogy az MDKZ ERD járműflottája nagyon előregedett, több mint 12 és fél éves átlagéletkorra bírnak ezek a járművek, és 700 000 kilométer a kilométer telítettsége ezeknek a járműveknek. Ebből eredően ugye nagyon magas a járművek meghibásodási valószínűsége, és jelentős üzemeltetési költséget is ró ez a társaságunkra. Így nagyon szükségessé vált, égetően szükségessé vált az előregedett járműpark cseréje, környezetbarát új elektromos és hidrogénbuszok beszerzése. Ennek első elemeként a zöld busz program keretein belül 4 darab csuklós, 9 darab szóló elektromos busz és 1 darab csuklós hidrogénbusz beszerzésére jutunk ki feltételes közbeszerzést, mert már lefolytatásra került. És a buszok a vonatkozó pályázat kiírásának elnyerése esetén várhatóan már 2026 második fél évében az MDKZ ERT tulajdonát fogják képezni, szolgálatunkba fognak állni. Az MDK-nál lévő elektromos autóbuszokat nem volt nehéz megszerezni, ezt azért tudjuk minnyáján, saját tulajdonú hidrogén autóbuszokkal viszont még nem rendelkezünk. Azonban harmadik alkalommal van már lehetőségünk ezeket a típusú buszokat tesztelni. A tesztelésben Lukács Zsolt autóbusz közlekedési igazgató úr majd bővebben fog tájékoztatást adni. És talán nincs is más hátra, mint hogy minden kedves résztvevőnek hasznos tapasztalatcserét és kellemes időtöltést kívánjak a mai napra.